Sziasztok, én Viki vagyok, ez pedig a Weekly Fix, az IGN Hungary heti hír összefoglalója. Lássuk, mi minden történt ezen a héten. Az Electronic Arts pénzügyi konferenciát tartott, és a rengeteg száraz adat mellett fényderült néhány érdekességre is. Például, hogy a PS4 és az Xbox One eladásai 35%-kal előzik ugyanebben az időintervallumban az előző konzolgeneráció eredményeit. A kiadó megerősítette, hogy 2017-től minden évben érkezik egy Star Wars játék is tőlük, elsőként jövő ősszel a Battlefront 2. Szóba került a jövő héten bemutatkozó Mass Effect Andromeda is. Mint az EA alelnöke közölte, jól halad a fejlesztés, de ha kell, elhalasztják a játékot. A mi tippünk ezt követően sajnos az, hogy a játék nem fog egyhamar megjelenni. Annak ellenére, hogy a holnap határa nem teljesített túl jól Amerikában, a készítők mégis a folytatáson gondolkoznak. Ez részben annak köszönhető, hogy az első film idővel megtalálta közönségét, részben pedig annak, hogy valószínűleg jó kis sztorit találtak ki a folytatáshoz. Doug Liman, az első film rendezője ugyanis most először lenne hajlandó folytatást készíteni. Annó a Bourne rejtély után is dobbantott, most viszont állítólag olyan fantasztikus történetet kapott kézhez, ami még az eredeti filmnél is jobb, pedig annak a sztoria se volt kispályás. Mi több, a rendező még azt is elárulta, hogy ez az új film egyszerre lenne folytatás és előzményfilm, ezzel pedig forradalmasítanák a folytatásgyártást. Óriási várakozás előzi meg a decemberben debütáló Zsivány 1-est, hisz ez lesz az első olyan Star Wars film, amely nem a Skywalker család valamelyik tagjáról szól. A más történet más műfajt is jelent. A filmben háttérbe szorulnak a fantasy elemek, és a háborús filmekre jellemző hangulat kerül előtérbe. Ezt erősítette meg az egyik főszereplőt alakító Diego Luna is, aki szerint a Zsivány 1-es egy nagyon bensőséges, valósnak érződő történet lesz. Az eddigi Star Wars filmek közül a leginkább földhöz ragadtabb, mivel az emberekről szól. Olyan hősökről, akiknek nincsenek szuperképességeik, csak a vágyuk és az elhatározásuk, hogy megváltoztassák a világot. December 15-én kiderül, hogy valóban így lesz-e. November 10-én, azaz jövő hét csütörtökön kerül a boltokba az erősebb hardware-rel szerelt PS4 a Pro. Azon túl, hogy rengeteg játék kihasználja ennek plusz teljesítményét, sok konkrétumot nem hallhattunk még a gépről, de a Sony most bejelentette a legfontosabbakat. A megjelenés napján 36 játékhoz érkezik frissítés, amelyek az új gép vásárlóinál jelentős grafikai javulást fognak okozni. A Last of Us nagyobb felbontást és képfrissítést kap, a Rise of the Tomb Raider új effekteket vet be, de a Mafia 3, az Uncharted 4 és a Battlefield 1 is látványosabb lesz. Oldalunkon már olvashatjátok a Doctor Strange, a Westworld és a The Walking Dead legújabb részeinek kritikáját is. Mi ezzel kívánunk nektek kellemes pihenést és jó szórakozást a hétvégére. Várlak titeket jövő héten is. Sziasztok! Óriási várakozás előzi meg a decemberben debütáló Zsivány 1... Miért mondok Zsivánt?